Hogy van, amit egy helyet az a... Jó? Ah, jó, ez itt. Jó, biztos? Ez. Hát csak így van. Na, de gyönyörű. Ez igen. Erős várom Isten. Szabad csodálkozik. Erős várom Isten. Itt aztán csodálkozik. Erős várom Isten. Éppen kifelé indultam, ám azért vagyok itt az ajtóban. Elvonom ezt a bűnjelet. Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk, énekeltük az előbb, és most ezzel köszöntöm a kedves testvéreket. Ha valaki esetleg nem tudta volna, hogy hogy kell ide találni, akkor a tornyon ugyanezt a feliratot láthatta, és valóban teljes hittel és teljes meggyőződéssel énekelhettük most ezt, hiszen megtapasztaltuk, hogy a mi Istenünk valóban erős vár, és erősen vár minket. És nem hagy el bennünket életünk semmilyen nehéz helyzetében. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Püspök urat, Gáncs Péter, püspök urat, aki eljött közénk. Lengyel Anna felügyelő asszonyt, aki szintén megtisztelt bennünket jelenlétével. Szeretettel köszöntöm a szolgálatot végző lelkészeket, Horváth Csitári Boglárkát, aki gyülekezetünknek a megbízott lelkésze lesz ebben a templomban, vagyis már is az. Szeretettel köszöntöm dr. Solt Száraz Csenge lelkész jelöltet, aki ebben a gyülekezetben fogja végezni a helyettesítő szolgálatot az elkövetkező hetekben, hónapokban, egy kis anyagyülekezeti segítséggel, amit megígérünk. Szeretettel köszöntöm a Pest-Szentlőrinci gyülekezetnek a felügyelőjét, Nánási József testvérünket, valamint az Imrei gyülekezetnek a felügyelőjét, Szabó József testvérünket, aki valahol hátul van, mert ő mindig ténykedik, ő a kétkezi munkának az embere. Szeretettel köszöntöm azokat, akik Isten eszközeként lehetővé tették számunkra, hogy ebbe a templomba beléphessünk most advent második vasárnapján. Szeretettel köszöntöm Krizsán András Ibridias építészünket. Hadd kérjük, hogy mindenki ismerje meg őt, hiszen légy szíves, állj fel, András. Nem vagy olyan magas, mint az épület, ezért kértük, hogy állj fel, így van. És feleségét, akivel meg kislányát. És szeretettel köszöntjük Antal Ágnes testvérünket, aki az építésnek az ellenőri feladatát végezte itt el, és még végzi is, mert hiszen, ja, elfelejtettem mondani, ez még nem a templom szentelés, ugye mindenki tudja? Nem, ez az első Isten tisztelet itt ebben a templomban, a templom szentelést majd olyan időre szeretnénk időzíteni, amikor már jó talajba hullhat a mag, ugyanis, ha jól körülnézünk, akkor ez egy olyan templom, amit már a fogantatás a pillanatában elneveztünk magtár templomnak, és ez nem valami lebecsülés, hanem épp ellenkezőleg a protestáns hagyománynak egyfajta modern folytatása akar lenni, hiszen jól tudjuk, hogy a reformáció 500. évfordulóján hogy ne tudnánk, hogy amikor nem volt könnyű protestánsnak, evangélikusnak lenni, és itt Magyarországon eléggé szigorú, kemény törvények voltak, ami csak azt engedélyezték, hogy a protestánsok csak ilyen magtárszerű, torony nélküli templomot építhessenek. Nos, ezek a magtár templomok nagyon jó eszközei lettek aztán a későbbi magvetésnek, ezért ünnepeljük most itt ezt a
mai istentiszteletünket. Szeretettel köszöntöm ennek kapcsán is, ami drága testvérünket, a plébános urat, Lak Gábor atyát, aki szintén eljött közénk, és örülünk neki, hogy az ökumeni jegyében itt van velünk. És itt van velünk lélekben Háló Gyula baptista lelkipásztor, és Hajdú Bálint Kadós a református lelkész úr, őt is lélekben tudjuk most csak köszönteni. Hadd olvassam fel Háló Gyula lelkipásztor levelét, amellyel köszönt bennünket. Igen, tisztelt Gáncs Péter püspök úr, kedves Horváth Csitári Bolárka Flóra lelkésznő, szeretett evangélikus testvérek! Veletek együtt örülünk, hogy épp az adventi várakozás időszakában adatott meg nektek, hogy a frissen felépült Kastély Dombé Luther kápolnában ma megtarthatjátok az első hálaadó Isten tiszteletet. Egy álom megvalósult, aminek mi, baptista testvéreitek is kimondhatatlanul örülünk, pedig nem is nálunk voltunk albérletben, ennek ellenére örülnek, hogy már saját templunk van. Kívánjuk, mert hisszük, hogy kápolnátok olyan hely legyen, ahol sokan hitükben megerősödnek, sok Krisztus kereső lélek hazatalál az atyához és a testvérekhez. A Szentírás igéjének beteljesülését kívánjuk nektek szívből. Az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett és Jézus Krisztus megtartott, irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Júdás leveléből az első, második verset olvastam. Testvéreitek Krisztusban, Háló Gyula lelkipásztor és a Pesszent Imrei baptista gyülekezet közössége. Köszönjük ezt a köszöntést, és miután így a friss köszöntések és üdvözletek, üzenetek, imádságok elhangoztak, föllapozom a Pesszent Imrei fiók gyülekezetnek a jegyzőkönyvét 1931-ből. Egy pár mondatot olvasok csak belőle, okulásul a most formálódó gyülekezetnek. Hukorai Károly a lőrinci gyülekezetnek a lelkipásztora 29-ben jött ide, és ellátta ennek a kis leányköz, egyházközségnek is a lelki szolgálatát, és ő foglalja össze a közgyűlésen 1930 évről szóló jelentését. Az elmúlt 1930. évben a két hetenként vasárnap délután 3 óráig kezdett el, nagypénteken és a sátoros ünnepek első napján délelőtt 9 óráig kezdett el megtartott istentiszteleteken, a hívek mindenkor szép számmal vettek részt. A lélekszámhoz viszonyítva azonban az istentiszteleteken résztvevők számát keveselem, írja Sokolai Károly. Miért is? Kérem az istentiszteleteket, rendszeresen és buzgón látogató híveket, hogy eddig talán közénk még el nem jött, vagy csak ritkán megjelenő hittestvéreinket az Úr örök igazságú beszédének kiapadhatatlan forrásához hívogatni, és ezzel a fiók egyházba tömörült hívek lelki életét bensőségessébe tenni, és itt végzendő munkáimban segítségemre lenni, szívesek legyenek. A végén van az állítmány, megtudtuk, hogy mi is ennek a hosszú körmondatnak a lényege. Hát kedves testvéreim, szívesek legyenek, vagyis sokan vagyunk, de nem elegen, mert jövő vasárnap is szeretnénk, ha megtelne a templom, és azok, akik esetleg úgy érzik, hogy eddig nem sűrűn koptatták az imrei református templom padlóját, vagy pedig a katolikus cserkészháznak a székeit, most ugyanazon ülünk részben, mert kölcsönkértük, köszönjük szépen. Tehát akkor legyenek szívesek itt viszont ezt megtenni. Hát kérem ezt szíves tudomásul venni, és ennek megfelelően kívánom, hogy a jó földbe hulló mag jó termést hozzon. Ennek a templomnak a vezérigéje ez, ha búzaszem nem hull a földbe, egy maga marad,
de ha földbe hull és elhal, akkor sok termést hoz. Úgy legyen.